Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, ismét itt vagyunk a kávéházban, ez a kávéházi rendezvú, ezúttal vendégem Korcsmár Balázs, aki az Aliszka Bau ZRT-nek a vezetője, édesapja után. Köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Sok mindenről beszélgettünk itt a még a beszélgetést megelőzően, hogy hol nőtt föl Balázs, szexárdiak vagytok ti. Milyen volt a gyerekkor? Azért apukád egy eléggé meghatározó személyiség, sokan ismerik ebben a városban, sőt úgy gondolom, hogy az egész térségben. Elég erőteljes és meghatározó személyiség. Milyen volt a te gyerekkorod? Hogyan nőttél fel? Hát a meghatározás az eléggé szerteágazó, hiszen hogy édesapám meg köztem két generáció is van, két idősebb testvérem van, 9 illetve 12 év van köztünk. Az én gyerekkorom az mesében élő volt, tehát gyakorlatilag ugye, mint harmadik, legkisebb öcsike, mondhatni így is, nagyon-nagyon elkényeztetett voltam, vagyok többek szerint. Neked már kitapusták az utat akkor a többiek? Hát részben igen, de mindig szerettem a saját utamat bejárni, tehát hiába volt kitaposott ösvény, nem is egy, nem is kettő, én mindig a harmadik variát szerettem volna megpróbálni, illetve így is tettem, meg így is teszek a mai napig. Visszatérve édesapámra, igen, egy elég meghatározó és karakán személyiségről van szó, lokál patrióta lévén azt gondolom, hogy többen ismerik, pozitív-negatív oldalát egyaránt, ami a szívén, az a száján. Hál' Istennek ezt örököltem tőle, és ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy gyerekként nekem nincsenek olyan fajta emlékeim róla, hiszen a cég az ugye 1991. februárjában alakult, és nagyon sokat dolgozott abban az időben, tehát én gyerekként a barátaimmal lógtam leginkább, tehát áldatlan rossz gyerek voltam. Tényleg? Igen, tehát a Denisa Komisz címet azt ki is érdemeltem, úgyhogy voltak. Nagyon örültek, amikor elköltöztünk az utcából. Úgyhogy, voltak legendás történetek? Sokszor megünnepelték, így van. Hova jártál iskolában? Általános iskolában az ötösbe, most ugye Baka István. A helyi gimi az nekem a Béla volt, tehát mindenki a Garaiba járt tőlünk, pont azért ezt a milliót nem szerettem volna lerombolni, úgyhogy én inkább elmentem Béla, mert tudtam, hogy nem lesz egy egyszerű dolog. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon jó tanáraim voltak, nagyon sokan átmentek utána a Garaiba is. Utána pedig 2010-ben érettségiztem, 11-ben, pontosabban 10-ben a Pollákra felvételiztem, hiszen gyakorlatilag nem tudtam még, hogy én mit szeretnék ettől az élettől, mert ugye volt egy elég meghatározó személyiség, ugye nyilván édesapám révén, akinek nekünk itt volt a cégünk, és ez miatt volt egyfajta erős elvárás, nem nyomás, mert nyomásnak nem mondanám, de elvárás volt. Hogy ezt az építőipari vonalat vitt tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És ez miatt kettős érzések voltak bennem, hiszen én, nekem mások voltak az elképzeléseim. Még az egyetemen is más volt az elképzelésem. Tehát engem nagyon érdekel a pénzügy a mai napig, és a cégben is inkább a pénzügyi részt preferálom, tehát abban a szekcióban szeretek dolgozni, mozogni, meg nyilván a kapcsolatépítésben, nincs olyan műszaki vonalom. Úgyhogy 2010-ben az érettségi után nekem volt egy ilyen pollákos fél évem. Ez is édesapámnak az ötlete volt, hogy akkor próbáljak meg egy ilyen vonalat, ez egy építőmérnöki vonal volt. Ami hát az első pár hétben kiderült, hogy én nem odavaló vagyok, hiszen sose felejtem az első pár órára, amikor bementem, akkor láttam, hogy 95%-ban faszika vagyok körülbelül, és mondtam, hogy ezt így köszönöm, én ezt nem. Nem a te világod? Az egyetemi évek azok azt mondják, hogy a legszebbek. Én pont fordítva gondolkozom erről. Hát hál' Istennek, és úgyhogy gyorsan változtattam, akkor abban a fél évben, hogy ne menjen el potyára, ezért inkább elmentem és megcsináltam a nyelvvizsgát. És hál' Istennek, ugye mi még abban a rendszerben voltunk, hogy két nyelvvizsga kellett, egy szakmai vagy egy felsőfokú, illetve egy középfokú. És akkor én ezt effektíve letudtam. Illetve a maradék fél évben még az OTP-nél voltam, mint hát ilyen teljes állásban voltam, de mivel nem volt semmilyen szakmai képesítésem, ezért igazából azokat a munkákat csináltam, amivel tudtam termentesíteni az ottani dolgozókat.
Ezután felvételiztem a Pécsi Közgázra, hál' Istennek fel is vettek, és gyakorlatilag azt a 3,5 évet ott teljesítettem, majd én szintén visszajöttem az OTP-hez gyakornoki pozíciót betölteni, illetve gyakorlati fél évet letudni. Én nagyon-nagyon szerettem egyébként, tehát annyira bejött nekem, hogy miután megvolt a gyakorlat, utána visszamentem mesterre, szintén Pécsre, szintén közgázra, és azután pedig visszajöttem az OTP-hez immáron főállásban dolgozni. És akkor itt szépen azt mondom, hogy az elejétől kezdve a ranglétrát én is végigjártam. És volt is egy ilyen egyességünk családon belül, hogy kicsit ezt a multikultuszt meg szemléletmódot nézzem meg, szívjam magamba, és azokat a hiányosságokat, ami nálunk egy családi vállalkozásnál fennállnak, azt próbálj megvegyíteni. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen tanulmányút volt neked az OTP-nél? Igen, ez gyakorlatilag ez annyira jól sikerült, hogy nem sokon múlott, hogy azt mondtam, hogy engem ez jobban érdekel, meg nyilván szélesebbek is voltak a lehetőségek, tehát sokkal-sokkal tágabb intervallumban tudtam volna dolgozni is, meg más lett volna a világ is. Én sokáig gondolkodtam külföldben is, de aztán győzött a családi szféra. És mikor csatlakoztál be úgy tényleg élesben a cégbe? Ez 2019 márciusa volt, amikor véglegesen beadtam a derekamat. Nem kellett sokat győzködni nyilvánvalóan, tehát azért tisztában voltam azzal, hogy ennek a cégnek egyrészt a helyi, illetve a régiós képviselete az mekkora. Igazából abban nem voltam biztos, és sokáig megkérdőjelezhető volt, hogy ez a műszaki rész ez mennyire fog nekem feküdni. De hál' Istennek olyan ritkán jó képzett és nagyon-nagyon jó szakmai tudásra rendelkező kollégáink vannak, akik ezt a műszaki vonalat ezt nagyon szépen tudják vinni. Azt mondják különben, hogy a közgazdász az egy ilyen Jolly Joker szakma, mint a jogász mondjuk, mert hogy közgazdászként akár még színházigazgató is lehetsz talán jogszabályilag, ha még mindig így van, mint ahogy korábban volt. Tehát igaziból az a szemlélet, amit egy közgazdászképzésben kapsz, az én azt gondolom, hogy megalapozhat szinte bármilyen tevékenységet. Én is közgazdász vagyok egyébként. Tehát értem azt, amit mondasz meg, hogy ez a világ ez mennyire tudja mozgatni az embert, és milyen most? Így 2019 óta eltelt akkor már 5 év lassan. Milyen döntést hoztál, hogy értékeled? Hát nehéz igazából, és pont azért, mert az OTP-hez, amikor bekerültem, akkor gyakorlatilag tényleg a nulláról kezdtem, és onnan építkeztem saját erőből, saját magamnak. Míg a cégnél gyakorlatilag hát egy akkor vakaratlan egy hátszele van az embernek, meg a Korsmár név az minden pozitív-negatív elejáróját viszi magával. Kettős érzések vannak a mai napig egyébként bennem, pontosan azért, mert a céghez gyakorlatilag úgy kell beintegrálódni, hogy az mindenkinek jó legyen. Jó legyen az ottani alkalmazottaknak, jó legyen a partnereknek, jó legyen a megrendelőknek, tehát ott nekem kell alkalmazkodni mindenkihez. Nyilván az OTP-n is volt egy ilyesfajta dolog, az OTP-ben az emberek azért jöttek hozzám, mert oda voltak irányítva, tehát kötelezően hozzám kellett jönni. Itt viszont nekem kell az emberekhez oda mennem, azokat a kapcsolatokat kiépítenem, felélénkíteni, és azért nehéz az építőipar alapvetően, én azt gondolom, hogy egy olyan szakma, ami főleg a mai világban ketté ágazik, tehát a kapcsolati tőkikre, másrészt pedig a műszaki adottságokra. Rengeteg olyan cég működik a mai világban, akiknek a építőiparként működnek, viszont nincsen effektíve akkora fizikai állományok, amivel azokat a munkákat meg tudják oldani, mint amekkorákban valóban szerepelnek. Ez miatt a vállalkozókat foglalkoztatnak, és ez nálunk úgy működik, hogy nekünk van egy fizikai állományunk is, mellette egy szürke állományunk, egy szellemi létesítésünk, és gyakorlatilag ezt vegyítjük. Hányan dolgoznak különben a cégetekben? Most pont ma reggel volt egy megbeszélésünk, és gyakorlatilag majdnem ott vagyunk, mert fele-fel arányban a szürke állománya a fizikai állományunkkal. Tehát azt kell mondjam, hogy ilyen 35 főnél van az irodistáink, a 35 főre tehetőek. A fizikai állományunk azon nagyjából 50 fő tesz ki, 50-55.
akkor az egy elég nagy létszám, akiket igen. integrálni kell, meg menedzselni kell. Ez mellett nekünk van egy folytonosan, tehát gyakorlatilag egy 20-25 éve együtt dolgozó alvállalkozói állományunk. Igen. Gyakorlatilag, hogyha most úgy összességében veszem, az megint egy közel 100-150 fő. Tehát nekünk gyakorlatilag ugye a munkákat úgy kell összpontosítanunk, úgy kell bekebeleznünk, hogy tisztában kell lenni, hogy ezt a fajta potenciált, ezt el tudjuk látni. És ugye a mostani világban, amit élünk, az elmúlt időszakban, gondolok itt a Covid-ra, energiaválságra, azért ez hatványozottan sújtotta az építőipart, hiszen nem elég az, hogy maga az energiaválságból adódóan hatványozottan az építőanyagárak előállítása, vagy akár a gépjármű flottának a fenntartása meg sokszorozódott, hanem ugye a bérekről is. Tehát azért itt volt egy közel 20%-os infláció, amit le kellett követni. Na most ugye az építőipar az főleg a közbeszerzési rendszerben úgy működik, hogy a megnyert munkákat gyakorlatilag sokszor van az, hogy fél évre vagy egy évre rá később tudjuk elkezdeni. Most nyilván az a szerződött összeg, ami egy évvel, fél évvel később volt, főleg az elmúlt időszakban, amikor hetente duplázottak meg az építőanyagárak, az nagyon-nagyon nehéz volt lekoordinálni, tehát ténylegesen nehéz helyzetben volt, illetve van, főleg most, mert most, hogy végre nagyjából úgy tűnik, hogy beállt ez a rendszer, megálltak talán az építőanyagárak és normalizálódtak. Az infláció is kezd úgy. Hát igen. Papírban igen. Másrésztről viszont most az építőipar már megállt teljesen. Amúgy is ez a január-február, március, ez mindig a halála az építőiparnak. Így van. Viszont most 2025 év az gyakorlatilag teljesen kilátástalan. Tehát nyilvánvalóan szeretünk ebből kifolyólag mi hosszú távra tervezni, tehát nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy mi fél évre túl nem látunk semmit. Mennyire terveztek hosszú távra? Változó. Tehát próbálom minél tovább. Nagyjából egy 2 évre azért szeretjük előre lefektetni. De ez roppant mód változó, tehát vannak olyan munkák, amik beesnek hétről hétre, vannak olyan munkák, amikre évekért küzdünk. Nem kell beszélni, mert itt a Paksi Atomerőmű is, tehát gyakorlatilag 2012-3 óta folyamatban van az előkészülete, az építési engedélyeztetések, de a mai napig. Mondom azt, hogy kapavágás nem történt, de olyasfajta elánna nem indultak el még a munkálatok, mint amit reméltünk. És azért ilyen elég struktúráltan gondolkozol, tehát ez a közgazdász, hogy ez szerintem kifejezetten hasznos cégvezetésben, én azt gondolom. Tehát most, ahogy így modellezted tényleg laikusok számára is nagyon jól érthető módon, azért ehhez kell egy jófajta ilyen tervező-elemző szemlélet. Mit gondolsz, hogy mi a jövő számotokra, hogyha most ilyen nagyon messzemenően kéne? Tehát mi a te célod? Akkor így kérdezem. Mindenképpen több lábon szeretnénk állni. Tehát tehát valamiféle piacbővítésen gondolkozol már így? Igen. Mindenképpen. Tehát nem mondom azt, hogy teljesen más szektorba, tehát kereskedelmi irányba nem szeretnénk elmenni. Nekem hosszú távú céljaim között szerepel az, hogy a mostani mesterséges intelligenciát valamilyen szinten integráljuk a cég életében. Megtörténtek a kezdeti lépések, tehát az előkészületek azok folyamatban vannak. Nyilvánvaló ez nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, illetve nem is lehet teljes mértékben hagyatkozni ilyesfajta volumenű munkáknál magára az AI-ra. Viszont én azt gondolom, hogy ez lesz a jövő, és amennyiben nem tudjuk azt a versenyelőt megszerezni, akkor nem biztos, hogy ez a fajta növekedési tendencia, amit 90-es évektől egészen napjainkig édesapáink fel tudtak építeni, azt tovább tudom folytatni. Tehát ugye nagyon fontos az, hogy ezt a céget mi, mert nyilván nem csak én fogom vinni, ezt úgy szeretnénk tovább vinni, ezt az egész örökség, ezt a generációs céget, hogy későbbiekben is tudjuk bővíteni, tudjunk fejlődni. Tehát nem szeretnék stagnálni, nem szeretném azt, hogyha amit ők felépítettek, azt szinten tartsuk. Tehát én is hozzá szeretném adni azt az értéket, amit én mondjuk képviselek, vagy amit mi képviselünk.
jelenleg ugye a digitalizáció világában élünk, és én azt gondolom, hogy ez az AI rendszer az egyik ilyen ugródeszka, amivel tudjuk az építőipart is. Tehát nagyon sok szegmensben megjelent már, kereskedelemben. Mondj egy példát az építőiparban, hogy mire lehet ezt használni. Például ugye vannak tervcsomagok, amiket, tehát gyakorlatilag egy tervezésen múlik minden. Hogyha egy tervező irodában rosszul számolnak, vagy éppen nagyon sokszor történik az, hogy nem mennek ki a helyszínre, nem nézik meg a helyszín adottságokat, és nem feltétlenül van pariban a papírforma a gyakorlattal. Tehát igen, mondjuk egy gravitációs csővezetéket nem tudunk úgy lefektetni, hogy az a felszínen felül menjen. Na most ezek a fajta tervezési, nevezzük hibának, figyelmetlenségnek, ezeket az AI rendszer például ki tudja szűrni gyors ellenőrzéssel. Beszkenneljük a dokumentumokat, lefuttatjuk a programot rajtuk, és gyakorlatilag ő megmondja, ha nem is teljes pontossággal, de legalább ráutal, hogy ott valami gigszer van. Ezeket nyilván a műszakisok átvizsgálják, megvizsgálják, és hogyha valóban hibát találnak, akkor az nagyon sok milliót is, 10 milliót jelenthet. Tehát mondjuk egy ilyen folyamatjavító módszer. Igen, egy kontrolláció gyakorlatilag. Ez nagyon érdekes egyébként. Igen, ez egyfajta menet, egyfajta oldal a dolognak. Nyilván olyan folyamatot nem bíznánk rá, ami egyrészt pénzügyi, másrészt pedig, mert ugye nyilván mégis internet alapú, tehát azért ez bárhol kikerül, az... Hát adatvédelmi szempontból is azért tud ez aggályos lenni, így ahogy mondod. Igen. Azt úgy látom, hogy nyilván áthatja az egész életedet ez a típusú gondolkodás a céggel, az előre menetellel, a jövővel kapcsolatos, feltételezem, hogy ez ugye mindennapjaidnak jelentős részét kiteszi, de mit csinálsz egyébként a szabadidődben? Mivel foglalkozol? Hát, van-e olyan? Nagyon jó hangzik, amikor azt mondják, hogy a vállalkozónak nincs szabad ideje, és hogy a szabad idejében is gondolkodik, dolgozik. Ez valóban így van, viszont én nem mondanám ezt, meg nem sorkosítanám le ezt ennyire. Én nagyon szeretek utazni a barátaimmal, programozni. Nyilvánvalóan általában olyan emberekkel veszik körül magát az ember, akiktől tud tanulni, vagy felnéz rájuk, mert hál' Istennek nálunk sincs máshogy. Én ezt a több lábon állást preferálom, tehát az, hogy ne csak egy cége legyen az embernek, hanem szélesebb legyen az a látókör, az a tartomány, tehát ne csak az építőipart lássunk mondjuk egy éttermet, csak most egy példaként mondom. Tehát a gazdasági folyamatokat tulajdonképpen párhuzamban érdemes nézni. És illetve a vállalkozásokat is, azt mondom, hogy lássuk meg az átmenetet cégek között. Tehát az, hogy az embernek a szabad ideje az ne csak az a teljen, hogy pihenjen nyilvánvalóan. De nekem a pihenés az inkább aktív, mint passzív. Tehát én nem tudom azt, hogy kifekszek egy tengerpartra és napozok. Tehát ez abszolút nem én vagyok. Tehát nemrég volt egy lábműtétem, és kéthetes, hát nem mondták azt, hogy feküdjék, de pihentessem. Két nap múlva én ugyanúgy bementem a céghez, mert nem tudtam egyszerűen otthon ülni. Ez nem, egyszerűen nekem nem megy, fizikailag fáj. Ugye édesapád Korcsmár István, sokan ismerik ebben a városban, én is többször készítettem vele interjút, ahogy beszéltük is, hogy egy meghatározó személyiség. Ő mennyire vesz részt még a cég életében? Hogyan kell ezt elképzelni? Ezért mondtad, hogy van köztetek egy kettő generációs. Igen. Hát a kooperatív, meg a mindennapi, operatív dolgokban nem nagyon, tehát nem nagyon folyik bele, azt már effektíve elhagyta. Ő inkább a háttérbe tevékenykedik. Tehát most megy nálunk a generációváltás még mindig folyamatában végbe, és ez azzal jár, hogy sokat járok el vele tárgyalásokra, üzleti megbeszélésekre, partner találkozókra. Ugye nyilván interjúk is próbálja már ezt így lerakni, amennyire tudja, meg amennyire engedik. Édesapámmal sokszor ugye egy cégnél dolgozunk, ugye ezek a tipikus vasárnapi ebédek, 2-3 hetet, ezek megvannak, tehát nálunk ez a céges vállalkozás, családi vállalkozás, ez annyira egybefonódott az életünkkel, hogy mi már
sokszor nem tudunk különbséget tenni, tehát sokszor édesanyám szól, hogy jó, akkor ezt itt ne a vacsoránál. Most ne erről beszéltek. Fel se tűnik már, tehát én sose gondoltam volna. A nővérem is ott dolgozik a cégnél, és ő előttem kezdett egy 8-10 évvel. És nagyon sokszor vettem figyelmet, tehát nagyon sokszor figyeltem fel arra, hogy amikor beszélgetnek, akkor nekik ez annyira természetes volt, kívülállóként, egy teljesen hétköznapi esténél, hogy nem is hiszem el. És most, hogy benne vagyok, nyilván egy 4-5 éve, ez még nem egy akkora időintervallum, de én is azt kezdem észrevenni, hogy ez basszus, ez, hogy miért erről beszélünk, tehát bármi másról is lehetne. Ő hogy veszi az újító elképzeléseidet mondjuk a digitális vonalon? Egyébként azt kell mondjam, hogy jól, tehát nyilván... Amúgy ő egy innovatív személyiség abszolút, szerintem. Abszolút, tehát vannak olyan dolgok, amit a telefonon jobban kezel, mint én. De nyilvánvalóan, amikor oda kerültem a céghez, akkor próbáltunk egy olyan pozíciót találni nekem, amiben lehet hibázni, és az a hiba az nem fáj annyira a cég életének, vagy cég életében. Ez a marketing volt, és gyakorlatilag a social médiát, azt még mielőtt oda kerültem volna a céghez, ugye 2011 környékén csináltam egy Facebook oldalt a cégnek, és hát nem promóztam, de azért megosztásokat, munkákat, stb. Ami volt, azokat is szépen kiraktam. És sose, tehát senki nem értette ezt akkoriban, hogy ez miért fontos, mert ugye honlap, újság, rádió, tévé, ezek voltak gyakorlatilag, amik mentek. És nyilván ezt egy velem egykorú megérzi, hogy ez sokkal nagyobb lesz. Tehát Facebook, Instagram, tehát a mai social médiák, ezek sokkal jobban mennek, sokkal nagyobb látókörben megtalálja azokat az embereket, főleg a mi generációnkat, illetve egy-kettővel fölöttünk lévőket. És nagyjából egy pár évvel ezelőtt kezdték belátni, pontosan egy állásinterjún, nem a munkatársat kerestünk magunknak, de meg nem mondom már milyen pozícióban, és ott volt az, hogy feladtuk ugye az újságban, talán rádióban is, és nem jött semmilyen megkeresés. És mondtam, hogy próbálj meg a Facebookon. És a Facebook, hát az ingyenes, meg hát biztos, hogy nem lesz semmi belőle. Nem csak próbáljuk meg, hát ha ingyen van, akkor nincs veszíteni valom. És két napra rá 80 jelentkeztek ugyanarra az állásra, és nem hitték el. És szerintem az volt egyfajta áttörés, az egy kicsit ilyen visszaigazolta, akkor ezt igen, hogy ez tényleg valami lesz. És onnantól kezdve volt az, hogy ezt a fajta részét a cégnek, most a marketing részről, egy részről, más részről pedig a munkaszerzés lehetőségéről, ezt meghagyták, hogy akkor ebbe bontakozzák ki. És akkor szépen épült fel, csináltunk ugye egy controlling részt, ami azt mondom, hogy így a monitoringozás, illetve a multikultus szemléletmódból jött, hogy valamit azért áthozzunk, mert eddig ez se volt a cégnél például. Uh-huh. Úgy kicsit úgy globálisabban nézve, te mit látsz egyébként az építőiparban, vagy a hasonszörű cégek kapcsán, hogy egyrészt versenyterületén, hogy milyen verseny van közöttetek, tehát hogy mennyire tudtok ebből kiemelkedni. Másrészt meg, hogy úgy általában véve, hogy áll ez a tevékenységi kör, úgy az egész országot nézve, vagy legalább a régiót, érted, hogy mit kérdezek? Mi a véleményed erről? Hát a igazság szerint az elmúlt években, főleg amikor elkezdődött ez a 3+3-as felújítás, rengeteg építőipari szegmensben lévő, akár egyéni vállalkozó, kisebb BTK, FT társas vállalkozás megjelent, ami nyilvánvalóan megnehezítette a kisebb fajta szereplőknek az életét, mivel mindenki az egyéni vállalkozók felé ment, nyilván az adózás szempontjából kedvezőbbek voltak. A mi részünket az igazából azért nem érintette, mert nekünk van egy bizonyos limit, ami alatt, hogyha elvállaljuk a munkát, akkor veszteséget termelünk saját magunknak. Tehát nekünk a nagyobb volumenű munkák állnak leginkább az érdekünkben, az, hogy azokban tudjunk indulni, illetve esetlegesen megnyerni őket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a régió szinten mi hál' Istennek be vagyunk ágyazódva, tehát az Ariszkabó név az
egyet jelent az, hogy garanciát vállalunk azzal, hogy amit elkezdünk, azt megcsináljuk. Illetve amit az nyilván nem akarok senkiről semmi rosszat mondani, meg jót se, de rólunk csak annyit, hogy amiben mi beleállunk, sokszor veszteségesen azt meg is csinálják. Nem kell messzire menni, amikor volt itt a Herman Ottóban a gázrobbanásos dolog, azt is semmi közünk nincsen nekünk effektíve ilyesfajta magas építéshez, mégis hát most a lokálpatrióta révén, de nem is ez miatt, hanem maga a tudat az, hogy ott nagyon sok családnak a lakhatatlansága állt fent, és ezt mérlegelve döntöttünk úgy, hogy amit tudunk, azt megteszünk értük, és édesapám akkor az országban a legjobb statikusokat felhívta, volt egy közös helyszíni bejárás, és akkor gyakorlatilag ennek révén levonták a következtetést, és mondták, hogy most nem akarok butaságot mondani, de gyakorlatilag minimális esély volt arra, hogy ezt meg tudják menteni. Mondtuk, hogy amíg van, addig csináljuk. És hál' Istennek egy happy end lett a vége, mert már sikersztori lett. De ez is, tehát nekünk pénzügyi részből abszolút deficites volt. Nem azért csináltuk, hogy pénzt keressük rajta nyilván, tehát ennek volt egyfajta más elvonatkoztatása. De amiben tudunk, abban mi szeretnénk úgy helytállni, hogy 100%-osan. Hát én azt gondolom, hogy amiket így most mondtál, az eléggé innovatívan hangzik, főleg így a mesterséges intelligencia kapcsán. Édesapádat tudom itt is hozni, hogy azért a személyisége az adott egy lenyomatot benned is. Biztos, hogy kétélű ez is, hogy az embert az édesapjához mérik, ugye? Tehát gondolom, hogy az, tehát, hogy valahol jó érzés, közben meg erőteljes személyiség vagy ránézésre, tehát biztos, hogy zavarhat is az téged, hogy esetleg mindig hozzámérnek. Milyen ezt így megélni? Van egy árnyék, igen, egy elég nagy árnyék édesapámnak. Igazából nem is csak neki, hanem az egész cégnek. Tehát azért tudni illik, ez egy óriási nagy felelősség, hogy van egy ekkora családi vállalkozás, mert tök jó hangzik, hogy ebben dolgozhat az ember, mert nyilván kifele, amit látnak az emberek, az egy minimális része az, amiben mögötte van. Ennek megfelelni, ezt továbbvinni, esetlegesen jobban csinálni, ez nagyon-nagyon nehéz dolog. Sosem pontosabban butaságot mondok, de nem volt bennem soha az az érzés, hogy meg kell felelni édesapámnak, meg szerettem volna felelni, az egy másik dolog, de kötelezettségem nem volt. Nem volt ilyesfajta nyomás, sőt, minden támogatást megkaptam annak érdekében, hogy jobban is csináljam. Ő noszogat is a mai napig, hogy ne azt nézzem, hogy ő mit csinált, meg hogyan csinálta, hanem hogy mit tudok hozzátenni. Biztosan mindenki támogat ebben, nem csak engem, nővéremet, az egész céget. És én azt gondolom, hogy ilyesfajta háttérrel az embernek sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb dolga van, független attól, hogy a mai világban meg kell találni azokat a mellékutakat, azokat a csapásirányokat, és visszacsatolva az elejére azt az ösvényt, amit én tudok kijárni magam részéről. Én ehhez sok sikert kívánok. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni. Kommunikációban mi azt a hasonlatot szoktuk használni, hogy olyan a kommunikáció, mint egy jéghegy, aminek csak a csúcsát látjuk. Amit most itt elmondtál, ez is egy picit olyan, mint egy jéghegy, és alatta van egy hatalmas nagy jégtömb, amit igaziból most a jéghegy hasonlatnál maradva, tehát amit nem lát az átlagember, és van benne egy hatalmas nagy munkatevékenység. Úgyhogy én ehhez nagyon sok sikert kívánok neked, meg úgy az egész családnak és cégnek és a benne dolgozóknak. És köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm, hogy itt voltál. Nézőknek a figyelmet köszönöm. Tartsanak velünk a következő alkalommal is.